Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket! Szokásos évi tanári koncertjét tartotta meg a Bonyháti Bartók Béla Zeneiskola a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban március 28-án. Az előadásnak azon kívül, hogy a pedagógusok remek hangulatot teremtettek ezen a csütörtök estén, nevelési célzata is volt. Nagyon sok ilyen és ehhez hasonló kellemes dallamot hallhatott a közönség a Bonyhádi Bartók Béla Zeneiskola tanárainak tolmácsolásában. A március végén a Művelődési Házban zajló koncerten nem csak szórakoztatták a nagy érdeműt, mondja a zeneiskola részfúvós tanára, pedagógiai célt is szolgált az előadás. Fontos, hogy a gyerekek lássák a tanáraikat is, mert ugye mindig arra tanítjuk őket, hogy hát a szereplés az milyen nehéz, és hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy ezt mi is így érezzük, bár ugye mi sem vagyunk napi szinten gyakorló előadó művészek, és évente mindig erre a koncertre készülünk, és tényleg nagy lelkesedéssel készül az egész tanári kar. És nagyon fontos, hogy a gyerekek lássák, hogy a tanáraik csak nem beszél, nem csak beszélni tudnak a zenéről, hanem hát ezt gyakorlatban is tudják csinálni. Mindenki által kedvelt darabok hangzanak el, és mindenki annyit játszik, amennyit szeretne, tehát nincs megkötés se műfajilag, se mennyiségileg, úgyhogy Németh Orsolya például 3 hegedű darabot is előadott. Jó magam, Saint-Saëns, Sámson és Delila operájából a Delila áriáját játszottam trombitán, illetve a szánykürtön, és hát ami érdekes volt, hogy például Kajsza tanár úr egy cselló darabot játszott harsonán. Tehát nagyon színes, vidám zenék is hangzottak el, tehát a komoly zenék mellett igazán vidám, kicsit vicces hangszerelések is megszólaltak, tehát úgy kicsit a hangulatot oldva ezzel. Én részfúvós hangszereket oktatok, és én vezetem a iskola 2 fúvószenekarát is, egy gyermek fúvószenekart és egy ifjúsági fúvószenekart is. Úgyhogy hát ezekkel azért igyekszünk megmérettetni magunkat. A koncerten a világhírű zeneszerző Ennio Morricone szerzeménye is felcsendült. Egy darabot játszottunk ugye a végén, minden évben most már 5. éve hagyomány, hogy jó magam hangszerelek a tanári meglévő hangszerekre, ugye akik részt vesznek a koncerten, azokra a hangszerekre valamit. És hát igyekszünk mindig mást. És idén tulajdonképpen van egy kis aktualitása annak, ami elhangzott, egy Morricone feldolgozás, ugye Morricone 2 híres filmzenéjéből, Volt egyszer egy vadnyugatból, és a Jó, a rossz és a csúf filmből, amelyet
egy fúvózenekari feldolgozás alapján én átírtam a zeneiskola tanárainak a részére, a itt meglévő hangszerek részére, és ugye hát az az aktualitása, hogy Morricone ma is aktív, és 90 éves, és nem tudom, hogy zenét szereze még, de ugye nem olyan régen még a Sorstalanság zenéjét is ő szerezte. Előadást tartott Bonyhádon ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, az előadás a Nemzeti Szuverenitás és az Európai Parlament Választások Tétje címet kapta. A demokráciából a démoszt, a népet nem lehet kihagyni, hangzott el Lomnici Zoltán előadásában a Terítéken közéleti beszélgetések című rendezvénysorozat részeként. A rendezvényen szó esett a közelgő európai parlamenti választásokról, annak esetleges következményeiről, valamint a 2017 óta tartó angliai eseményekről, a Brexitről. Lomnici Zoltán véleménye szerint az angolok kilépése az Európai Unióból egy patthelyzet. A szakértők számára, akik a közpolitikával, közjoggal foglalkoznak, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen 3 éve szavaztak a brit polgárok arról, hogy el szeretnék hagyni az Európai Uniót, de minthogyha ez egy kicsit hétköznapi értelemben egy ilyen patthelyzet lenne, úgy érezhetjük kívülről szemlélvén a folyamatokat, mint hogyha nehéz lenne elhagyni az Európai Uniót, pedig egy önkéntes társulás, és kis túlzással bárki jöhet, mehet, aki természetesen megfelel földrajzilag, és az Európai Unióban Európai Unió alapszerződésében foglalt feltételeknek adott esetben. Tehát itt sok minden olyan kérdés felmerülhet a Brexit kapcsán, amely a kiválás körül és kapcsán felmerül. Elsősorban mit jelent ez a két lépcsős alkú, amit most az uniós csúcson sikerült Theresa May kormányfelszonynak kialkudnia? Ez egy fontos kérdés lehet, illetve egyáltalán, hogy mire van, hogyha bennmaradnak a britek az Európai Unióban, annak ellenére, hogy ugye most jelen formában és jelen helyzetben nem vehetnek részt az Európa parlamenti választásokon, de mi van, ha mégis? Az biztos, hogy általában a fórumokra, akik el szoktak jönni, azok érdeklődnek a közélet iránt, tehát már önmagában nagyon szerencsés helyzetben vagyok ilyenkor, hiszen nyitott a kérdésekre, a problémákra, érzékeny honfitársaimmal szoktam egy-egy ilyen fórumon együtt lenni. 2004-ben a lengyelek 20%-a, a magyaroknak közel 50%-a vett részt az Európa parlamenti választásokon. Ezek rendkívül alacsony számok. És éppen ezért sokan úgy gondolták, hogy ez már így is lesz. Tehát az európai embereket, pláne az új tagállamokat, azokat a tizeket, akik 2004-ben léptek be, már nem feltétlenül érdekli, pláne az az utánjövőket, az, hogy mi zajlik az Európai Parlamentben, hanem elsősorban saját belpolitikai problémáikkal vannak elfoglalva. Nos, ez talán most nem így lesz. Tehát 2019 az első olyan év, hogy rekordmagasságú részvételi adatokat fognak egyes tagállamok produkálni az EP választás tekintetében. Ennek az az oka, hogy válságban van az Európai Unió, ezt nyugodtan ki lehet mondani. Itt van egy intézményi válság, van egy migrációs válság, van egy personális, egy személyi válság, van egy strukturális válság mindehhez képest, tehát a döntéshozatali mechanizmusok nem működnek jól, és hát mindehhez képest majd reménykedhetünk csak abban, hogy valamilyen módon, hiszen most minden intézmény kapcsán cseréről beszélhetünk, az Európai Tanács élén változni fog az elnök személye, az Európai Bizottság kicserélődik, az Európai Parlament pedig új tagokat, régi új tagokat választ, ezt majd meglátjuk. Az előadó véleménye szerint az európai parlamenti választások tétje az, hogy vajon együtt marad-e az Európai Unió. Emellett pedig az is kérdés, mondta Lomnici Zoltán, hogy a belső válságokat sikerül-e az uniónak megoldani. Nagyon fontos kérdés, ugye Charles de Gaulle kiváló európéer, egy francia államfő,
markáns jobboldali politikus azt mondta, hogy erős nemzetek Európájából kell felépítenünk az Európai Uniót. Most ehhez képest hát egyre inkább a föderalista Európai Egyesült Államok gondolat kezdett teret nyerni Brüsszelben, Strasbourgban, Luxemburgban, az Európai Uniós intézményekben, és mindehhez képest úgy látjuk, hogy viszont a tagállamok polgárai meg ezzel ellentétes akaratukat fejezik egyre inkább, hogyha megnézzük, hogy milyen politikai erők ütötték fel a fejüket, akár Olaszországban, vagy erősödtek meg akár Ausztriában, akkor azt mondhatjuk, hogy az euroszkeptikusok száma nő, amely nem jó tendencia. Tehát úgy kellene egyébként legyőzni az euróválságot, a bevándorlási válságot, általában a szociális és társadalmi válságokat, hogy mindeközben az euroszkeptikusok száma nem nő, hiszen a nagy európai projekt, vagy mondok egy konkrétumot, a schengeni térség tekintetében ezek óriási veszélyeket hordoznak magukban. Lomnici Zoltán elmondta, ha nem sikerül az euroszkeptikusokat a háttérben tartani, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek, és ez az Európai Unió széthullásához is vezethet. Sikert arattak Várpalotán a bonyhádi karatésok. A Kyokushin karate diák olimpián több mint 300 induló lépett tatamira. A bonyhádi karate sportegyesület tagjai közül 6-an szerepeltek, közülük 3-an értek el kiemelkedő eredményt, őket éremmel jutalmazták. A 268 küzdelmet és 107 forma gyakorlatot magába foglaló versenyen a bonyhádiak közül 3-an érmet is szereztek. Nyitrai Noel a csoportjában első helyezett lett, míg Városi Levente és Kárpáti Brandon második helyezést ért el a versenyen. Kieséses verseny volt a korosztályokban, és ugye súlycsoportban voltunk szétbontva. Én előnyerőként indultam, szóval az első körben én nem mentem, és egy nyertessel jöttem ugye már, akkor eleve. Ő egy zöldöves volt, hát hasonló képességekkel rendelkezett, mint én, és igazából azt a küzdelmet azt ugye megnyertem. Utána már egyből jött ugye a döntő a kevés ember miatt, ugye mert csoportban kicsit kevesen voltunk. És a döntőbe a Benedekkel mentem, és ugye hát vele volt a küzdelem. Igazából volt itt többen is mondták ugye most az utolsó küzdelmünkben, hogy az utolsó felrúgása az nem nagyon ért, meg ugye a vezetőbíró is nekünk ugye nekem fújta be ugye a blokkolást. Igazából mindegy, túltettük rajta magunkat, vannak ilyenek, mert ugye a bírói többség döntött, és hát ugye készülünk most a döntőre, ami lesz majd. 8 éve karatézok. Szeretem igazából a testmozgást, úgy alapból az egész, a közösséget is nagyon szeretem, és hát sok jó emléket adott nekem a karate, sok kiránduláson voltunk már a sok edzés mellett, ugye, és hát ugye most a felkészülés is, ez a versenyzés, ez nagyon belevitt minket így a mélyébe az egész karatének, szóval most jön az igazi, úgymond karatés élet. A közösség, hát az tényleg fenomenális most. Nem tudom, velük is már úgy van pár, akivel már együtt kezdtük. Többek között egyik barátom is, Kristóf. A többiek meg csak így útközben is felkedtünk meg, ugye. És velük is nagyon jóban vagyok amúgy. Szóval igen, szeretjük egymást így, mint közösség. A Kyokushin karate csak úgy, mint a többi Ázsiából származó küzdősport, fontosnak tartja a test fejlesztése mellett, és azon keresztül a mentális fejlesztést. Nagyon későn kerültem sorra. Szóval nagyon felpörögtem, és hát az első lányt, akivel összekerültem, azt megvertem, de a következő már megvert engem, de bejutottam az első 8-ba, ezért büszke vagyok magamra. Az elején nagyon nehéz volt, de az idő során egyre könnyebben ment, meg kemény volt. A Diákolimpia célja a fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése, valamint a sportágon belüli barátság elmélyítése volt. Az első az kicsit könnyű volt, a második már nehezebb, és a döntő ott nehezebb volt. Ott vesztésre álltam és visszahoztam 2-ről 5-6-ra. Azt lehet elmondani az egyesületünkről, hogy az elmúlt 10 esztendőben a fő célunk kettős volt. Egyrészt minél szélesebb rétegben megismertetni a sportágat itt Bonyhád városának lakosságával, illetve a környező települések lakosságával, a gyerekeivel, és a lemorzsolódást
minimalizálni. Ezt nyugodt szívvel mondhatom, hogy ma már bizonyítja több mint 100 sportoló, aki hozzánk jár heti szinten több csoportban is, hogy ezt sikerült elérnünk, hiszen 5 csoportban dolgozunk 75 gyermekkel. El kell mondani, hogy itt nem csak az edzésekről van szó, hanem az edzések mellett különböző közösségépítő programokat is szervezünk. Ezek családi edzőtáborok, sportnapok, kirándulások, egészen a Meccsek Extrém Parkig, nyáron pancsolások, egyéb. Ezek azok az élmények, amelyek a gyerekeknek a valóva tartozását erősítik, és hosszan ide ragasztják az adott csoportba, társaságba, csapatba a sportolót. A Bonyhádi Olyom Akarata Sportegyesület szeretne minél több gyereket bevonni a versenyzésbe, valamint részt venni az áprilisi veszprémi országos karatadöntőn. 2020 februárjában pedig szeretnének egy országos karatabajnokságot szervezni Bonyhádon. A magyarországi német kisebbség múltjába tekinthetünk bele Hartmann Miklós a Széna illata című könyvének segítségével. Azzal a egerszegi szerző március végén Bonyhádon mutatta be kötetét, mely egy magyarországi német család több generációjának történetéről szól, a 18. század közepétől 1953-ig. A Bonyhádi Német Kórus koncertjével nyitották meg a könyvbemutatót, az előadással Hartmann Miklóst köszöntötték, aki a Széna illata című könyvét hozta el a Bonyhádi Városi Könyvtárba. Azért a Széna illata címet kapta, mert egyrészt a paraszti létforma, a földművesség kötődött ahhoz a hangulathoz, amit a széna illat jelent. Másrészt a széna, a fű volt az elsődleges energiaforrás abban az időben. Olcsón takarmányozni igavonó állatot, vagy állattartást folytatni, csak úgy lehetett, hogyha valaki lekaszálta nyáron a rétet, és télen is tudta etetni az állatait. Ez nagyon-nagyon fontos gazdasági tényező volt, és ez egy kicsit keretbe is foglalja a történetet. Egyszer egy család történet, valóban egy család 6 generációjáról szól a történet, de még inkább egy kortörténeti regény. A regényt azért aláhúznám, mert a mesélős történetek közé tartozik. Úgy látom, hogy az idősebb korosztály ezt nagyon méltányolja, aki olyan, főleg romantikus irodalomhoz szokott, aminél a mesélős történetek a kedveltebbek. Ugyanakkor ez egy nagyon kemény időszakról szól, amíg feudális Magyarországra nagy számban érkeznek be a 18. században, több hullámban német telepesek, főleg a dél-német területekről. Az nem az várja itt őket, amire számítanak, azért ők egy másik fajta feudalizmusból jönnek. Valamennyien földművesek és iparosok. Én genealógiai kutatásokat végeztem előtte, és így a mi családunk került bele ugyan a történetbe, de ez bármelyik német, dél-német családról szólhatna ilyen alapon. Innen volt álltak rendelkezésre a konkrét adatok. Ugyan nem dokumentumkötet, de nagyon sok valóságos személy jelenik meg benne. A könyv érdekessége az, véleményem szerint, hogy megmutatja, hogy ugyan nagyon sok család elmagyarosodott. Az asszimiláció óhatatlanul, különösen a 20. század elejére sok családot elért. Részben azért, mert a fiatalabb generációk foglalkoztatása már egyre inkább az iparhoz kötődött, de ott, ahol a történet központja van Tata környékén, ott azért a környező sváb falvakban nagyon sok helyütt igen sikeresen megőrizték a hagyományaikat, a dalaikkal, táncaikkal, a német nyelvükkel, ami egy kicsit sajátos, provinciális sváb nyelvezetté formálódott. Ugyan a kötetben leírt történet Tata környékén játszódik, ebben az időszakban, vagyis a 18. századtól kezdve a Dél-Dunántúlon és így Bonyhádon is megtörtént a német nemzetiség betelepítése. A Dél-Dunántúl és talán a Bonyhától délre, kelet és délre eső területek még inkább szinte teljesen kiürültek a korábbi török idők alatt és a Rákóczi szabadságharc alatt.
nagyon sok rác, betörés és sok minden zilálta szét a lakosságot, hatalmas üres területek voltak, itt Tolnában, Baranyában, de így volt ez szinte végig a Duna mentén. Ezek a letelepítések szinte ugyanolyan módon történtek, ezek főleg a császári ház által szervezett telepítések voltak, de voltak egyéni telepítések is. Nagyon jellemző és érdekes történet, hogy a Merszi gróf által történt betelepítések, ezek ugyan hivatalból történtek, de a gróf gondoskodott arról, hogy főleg itt Kakasd és az attól keletreső községekbe, neki is voltak birtokai, hát leválasztott a csoportokról viszonylag sikeres gazdálkodókat, földműveseket, és azokkal telepítette be a környéket. Ilyen értelemben jó helyen vagyunk. Ez a történet nagyon analóg a Tata környéki, tatai gesztesi uradalom betelepítésével. Hartman Miklós Zalaegerszegen él és alkot. A most bemutatott könyv mellett irodalmi munkásságáról és terveiről is kérdeztük. Nem tartozom az irodalmi körökhöz abban az értelemben, hogy nem jelent meg számos kötetem, és nem járok a hónom alatt kézirattal a kiadókhoz. Most is készül egy új kötetem, hamarosan elkészül, viszont az első olyan kötet volt ez, amit kiadtunk. Közgazdász vagyok, Pécset tanultam, és annak idején nagy nosztalgiát éreztem a család sváb múltja iránt, és eljártam a Lénau házba, a Lőrincékhez rendezvényekre, hát ez már jó régen volt a 90-es évek elején, és valahogy úgy akkor megragadott a német közösség múltja, története, és mindig halogattam, hogy valami könyvformába szedjem össze a család történetét, vagy a németek történetét. Aztán, ahogy belemerültem, láttam, hogy ennek nagyon részletes, dokumentált irodalma van. A márciusi könyvbemutatón a szerző a közönségnek is elmesélte azokat a családi történeteket, melyek a kötet megírásakor inspirálták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!